A Választási Bizottság három állandó tagja, Fűrészné Molnár Anikó, dr. Monostori Imre és Pallos János, valamint a két póttag, Németh Imre és dr. Plavec János, Bereznai Csaba alpolgármester és dr. Berkovics Gergely aljegyző jelenlétében először letették esküjüket, majd aláírták kinevezési okmányukat. Nekünk könnyű dolgunk volt a közgyűlésnek, mert ugye mi egy előkészített anyagot kaptunk a jegyzőasszony előterjesztésében, nekünk csak szavazni kellett róla, minden képviselő megszavazta, tehát ellenszavazat és tartózkodás nélkül. Azon, hogy olyan embereket jelöltek, akik a városban köztiszteletben, sőt közszeretetben állnak. Az egész életútjuk az bizonyítja, hogy remek szakemberek voltak a saját szakterületekön. Egyébként emberként, magánemberként, barátként, a várospolgáraiként is tiszteletre méltó az, amit ők végbevittek itt a városban. Én azt gondolom, hogy sok dolguk lesz. Szerencsére egy rövid kampányidőszak van, de az alatt nyilván belezsúfolódik sok-sok minden. Jóval több jelölt van, mint egy országgyűlési választáson, vagy az Európa Parlamenti választáson. Tehát sokkal többet kell dolgozniuk. Hát nagy munkabírású emberek, hiszen ezt az egész életükben ezt bizonyították. A testület ezt követően azonnal megtartotta első ülését, ahol a tagok elnöknek Pallos Jánost, elnök helyettesnek pedig dr. Monostori Imrét választották meg. Nagyon jó érzés és nagyon megtisztelő érzés. Nem gondoltam, hogy a bizottság így dönt, de annak örülök, hogy a bizottság tagjai, már rutinos tagok részt vettek több választási eseményen, úgyhogy gondolom, hogy sokba tudjuk egymás munkáját már segíteni. Én remélem, hogy sok dolgunk lesz, mert akkor minél több szavazó megy el, és gondolom, akkor élénkebb lesz a közélet abban az időszakban, és hát várjuk a feladatokat, úgyhogy szívesen fogjuk ezeket elbírálni. Ma meg volt az alakuló ülésünk, és holnap már munkával fogjuk tölteni az első munkával töltendő ülésünket.